Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Múzeumparkban, és mögöttünk sok-sok tűzoltott katasztrófavédőt lehet látni, hiszen a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság egy érdekes gyakorlatot tart, hogy mi is ez pontosan, arról Kis Lajos Őrnaggyal, tűzoltó nagyjal beszélgetünk. Füstöt látunk, mindent látunk, légzőkészüléket, tehát valami nagyon komoly dologról van szó, mi is ez pontosan. Pontosan ezt ugye a karcagi tűzoltóknak szerveztünk, ugye mely, mind a mai, holnap és holnap után napon megrendezésre fog kerülni. Végül is egy tájékozódási gyakorlatról van szó. Ugye most a mi esetünkben a karcagi múzeumnak a pincéjét füstöltük be egy füstgéppel, hogy a tűzoltók gyakoroljanak azokra a helyzetekre, amikor olyan éles helyzetbe kerülnek, hogy terített, füstelterített helyiségek vannak, és ezeket a mozdulatokat, ezeket a effektív feladatokat gyakorolják be, hogy hogy kell ezekben a helyiségekben közlekedni. Itt az előbb a megnyitóban hallottuk Sebők János parancsnok úrtól, hogy ilyen még nem volt, tehát ennek ők is nagyon örülnek, hiszen az ő munkájukat is segíti ez, hogyha egy hasonló éles esetben történne egy hasonló ilyen helyzet. Igen, ez így van. Szoktunk gyakorlatokat szervezni a tűzoltóknak. Eddig olyan gyakorlatokat szerveztünk, melyek valós tűzgyújtással történtek. Nyilván ez a gyakorlat is sokkal jobb lenne egy valós tűzgyújtással, csak ugye egy patinás épületet azért nem égethetünk el, vagy nem gyújthatunk föl, és ezért van ez a füstgépes gyakorlat. Ugye itt azért nincs hőhatás, de a rossz látási viszonyokat meg tudjuk teremteni a kollégáknak. Aki volt már lent a múzeum pincében, azt tudja, hogy sok ilyen kis zegzugos részből áll, tehát tényleg el lehet tévedni. Milyen plusz feladatot kaptak még a tűzoltók azon kívül, hogy kitaláljanak? Hát több feladatot állítottunk össze, például olyan, hogy effektív feltételező van égőtűz, azt egy tűzoltó készülékkel el kell oltani, valamint a feltételezés szerint egy személy, aki megpróbálta a múzeum dolgozói közül eloltani a tüzet, azt eltűnt, nem jött ki a pincéből, őt kell megtalálni, és őt kell ugye kihozni. Másik feladatként például veszélyes anyagot helyezünk el, amellyel ugye azt az anyagot be kell azonosítani, helyezzünk el áramtalanító berendezést, amivel ugye az áramtalanítást el kell végezni, és végig is ezek a feladatok vannak kombinálva. Én hogyan látja, mennyire várták izgalommal a tűzoltók, hiszen itt azért mindenki most izgul, időre megy, van-e tétje ennek a mai napnak? Tétje nincsen, az a lényeg, hogy a tűzoltók gyakoroljanak, hogy minél kevesebb legyen annak az esélye, hogy a sajnálatos budapesti egyetemi tűz megismételje önmagát. Reméljük, hogy nem lesz erre mód sem és lehetőség sem. Itt azt is látjuk, hogy azért nem nagyon szoktak vezetőkötéllel lemenni, tehát gondolom ez is egy új dolog, hogy ezt is szokniuk kell. Igen, van egy belső szabályzónk szerint, hogy a pincébe mindenképp kötéllel vagy ugye, víz sugár mellett kell lehatolniuk, ugye, mert ugye a kötél lel is kitalálnak, illetve a nyomás alatt lévő vízsugár mellett is kitalálnak. Úgy halljuk, hogy itt mögöttünk már, mintha kijött volna az első csapat, tehát valószínűleg sikeresen teljesítették a feladatot. Igen, bízunk benne, hogy sikeresen a kollégák majd értékelni fogják. Hasznos és jó gyakorlatot kívánunk akkor erre a következő két napra is még. Nagyon szépen köszönöm.